Itt vagyunk a Városház előtt, ahol éppen nagy munkálatok folynak. Itt van velünk Dobos László polgármester úr. Most állítják a város karácsonyfáját. Polgármester úr, mit lehet tudnunk erről a fáról, hiszen évek óta hagyomány, hogy itt a Városház előtt egy gyönyörű szép karácsonyfát állítanak. Benne vagyunk a karácsonyi készülődésben, és természetesen ennek része az, hogy valóban az idén is egy nagyon szép karácsonyfát állítunk ide a Városháza elé. Hát annyit lehet tudni, hogy egy nagyon kedves felajánló Varga Imréni az Ágota utcáról ajánlotta fel ezt a fenyőfát, örömmel elfogadtuk. Egyébként több felajánlás is érkezett, de ő volt az első, és ez a fa teljesen alkalmasnak tűnt arra, hogy díszítse itt a teret, és ez legyen a egyik fő attrakciója a karácsonyi hangulatnak. Ugye hamarosan állni fog ez a fenyőfa, ez a karácsonyfa, rákerülnek majd a díszek. Mit lehet tudnunk a város díszkivilágításáról? Évről évre nagyon szép a főtér környéke. Természetesen azok az elemek megmaradnak, amik már eddig is voltak, de mindig van egy kis meglepetés. Hát az hagy legyen meglepetés, néhány újdonsággal, néhány újabb területtel gazdagszik a karácsonyi díszkivilágítás. Adventi időszak van, hétről hétre programokkal várják majd a város lakosságát, erről mit lehet tudnunk? Mind a négy adventi vasárnapon lesz gyertyagyújtás, különböző helyszíneken, Városházán kezdünk, azután a Református Egyház lesz a helyszín, a Református templom egészen pontosan, illetve a templom melletti székelykapu, ezt követően a Dérinében gyújtjuk meg a harmadik gyertyát, és a legutolsó adventi vasárnapon pedig a katolikus templomban. Mit kíván a kedves nézőknek az adventi időszakra? Hát egy várakozási időszak ez. Én azt kívánom, hogy mindenki békében, nyugodtan, szeretetteljes légkörben készüljön a karácsonyra, és nagyon boldog és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget.